üdvözlöm Önöket! 1526. augusztus 29-e történelmünk egyik legfeketébb napjaként él velünk a köztudatban. De valóban nemzeti nagy létünk bukása volt-e a Mohácsi csata? Ma arról beszélgetünk, hogy milyen üzenete van napjainkban Mohács jelképes eseményének. Koltai Bori a Mohácsi csata máig megválaszolatlan kérdéseit járja körül. Jámbor Flóra azt kutatja, hogyan vált a Mohács toposz nemzeti identitásunk részévé. Kassai Kata pedig megnézi, hogyan dolgozták fel más népek a saját mohácsukat. Mohácsnál hazánk sorsa néhány óra leforgás alatt eldőlt. A végzetes ütközet pontos helyszínével és körülményeivel kapcsolatban azonban a mai napig rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Koltai Bori a különböző nézőpontoknak a mohácsi nemzeti emlékhelyén és környékén járt utána. A mohácsi síkság a laikus számára kietlen pusztaságnak tűnhet, a régészek számára azonban rengeteg fontos és értékes információt rejt a felszín. Bertók Gábor ráadásul egy különleges perspektívából a levegőből is végez méréseket. Különböző távérzékelési módszerek alakultak ki a egyszerű légifotózás mellett, például lézeres légiszkennelés is ezek közé tartozik, amivel egy kicsit más perspektívából látjuk a tájat. A felszín alatti jelenségek azok hatással vannak a növényzetre például, ami fölöttük nő, illetve maga tala is mutathat elszíneződéseket, hogyha a felszín alatt elváltozások vannak. A régészeti jelenségek az alapvetően ilyen elváltozások. Ha az ember lefekszik a szőnyegre, akkor valamit lát, hogy színes, és ha viszont fölülről nézek, akkor látszak különböző minták is. Hát nagyjából ez a légifotózásnak is a lényege régészet kapcsán. Most a Mohácsi Nemzeti Történelmi Emlékhelyen vagyunk, de a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások nem csak ezen a helyszínen zajlanak. Milyen helyszíneken és milyen módszertannal dolgozik az ön által vezetett kutatócsoport? Jó sok vita övezi ezt a kutatást, aminek egyébként nagy hagyománya van, mert 130 éve folyik a kutatás, és a végigolvassuk a szakirodalmat, mindig is vitatkoztak. De 2015 óta pedig az az egyik fő kérdés, hogy milyen módszert legitim alkalmazni a csata kutatására, és a mi módszereink azok elég szokatlanok a korábbi vizsgálatokhoz képest, hiszen térinformatikai rekonstrukciót, távérzékelést, viszonylag sok műszeres vizsgálatot alkalmazunk, és olyan megközelítéseket, amelyeket mondjuk a nyugati világban a tájrégészet fed le úgy, ahogy. De talán a miénk egy picit annál még szélesebb is. Az eseményeket a bölcsészet tárja föl, a forrásokból tudjuk, hogy mi történt, de azokat a feltételeket, azokat a környezeti elemeket, amelyekre rá kellene ismernünk a leírásokban, azt szerintem a természettudományok, a földtudományok adekvátabban tudják biztosítani. A háta mögött egy olyan nagyjából 2 kilométerre a Borcapatak egykori medre mentén folynak most már a vizsgálataink 2 éve, azon a helyen, ahol a források szerint és a műszeres vizsgálatok régészeti terepjárás alapján a nevezetes Földvárfalut gondoljuk. Ez az a falu, amit Brodarics István, a mohácsi csatáról írt beszámoló szerzője, aként emleget, hogy ott állították fel az oszmánok az ágyúikat, illetve ott álltak a janicsárok. Egy ez az elem, hogy egy földellenőrű falut lát, önmagában viszont van egy tájleírás is ebben, említ a csatateret, hát ilyen színházi nézőtérszerűen szegélyező dombokat, azon kívül említi azt is, hogy ahogy álltak a csatarendben, nem volt előttük semmiféle akadály, és említ egy falut is, ő Földvárnak nevezi, ami szintén előttük helyezkedett el. Annyit mond még róla, hogy a dombról helyezkedik le, illetve hogy volt egy temploma. És a csataleírásból még azt tudjuk, hogy ő személyesen eljut eddig a faluig, és hogy mögötte látja a török ágyukat. A mi kutatásunk is ebből indult ki, hogyha tudjuk azonosítani ezt a bizonyos települést, akkor megvan a csata tulajdonképpen. Az önök kutatásai alapján hova tehető a csata helyszíne? Itt vagyunk, ezen a helyen. Van erről térképünk, vannak leírásaink, vannak környezeti elemek, amelyeket a faluval kapcsolatban annak létezése idején feljegyeztek, de ami még talán ennél is fontosabb, hogy a törökök, akik a győzelmüket egy győzelmi emlékmű felépítésével tették emlékezetessé, ők is ugyanide tették az emlékművüket. Tehát azok a jegyek, ami alapján a csata meghatározható, alapvetően környezeti elemek, ezek itt Sátorhely környékén sűrűsödnek, máshol nem. Itt ugye mi is látunk egy templomot, ez talán az utódja lehet annak a korabeli templomnak? Ez egy nagyon jó felvetés. Azt
tudjuk, hogy ez a templom, amit most látunk, ez a 18. század közepén épült, tehát ez biztos, hogy nem az a templom, amit Brodalics István látott. Viszont az eddigi kutatásaink alapján egyrészt van egy írott forrás is arra, hogy ez a bizonyos templom a 18. század közepén az öreg templom helyén épül, tehát átott egy templom korábban is. Illetve végeztünk talajradaros mérést a templom belsejében, az is azt mutatja, hogy lehetnek alatt a fal maradványok, tehát a korábbi templom maradványai. Azonosítottunk középkori sírokat a templom körül. Ha ezt nézzük, akkor ugye itt volt előtte a síkságon egy település, amivel mi kutatásunkat elkezdtük. Annak a lejtőanyaga az megfelel a korszaknak egyébként, és ha a látványt innen nézzük, akkor a település mögött a dombon ott van ez a bizonyos templom, ami én szerintem, tehát ez egy kicsit személyes vélemény is, illeszthető Brodalics leírásához. Az elmondható, hogy itt a Nagynyárád, amit tőlünk egyébként balra látható, a Majs faluja, ahol a templom van, illetve a egykori határtelepülés, udvar és sátor közötti terület az, amit a majdnem minden rekonstrukció érint. Tehát aki ezzel foglalkozott, mindenki úgy gondolja, hogy a csatának legalább egy részeit zajlott le. Tárgyi bizonyítékok is alátámasztják ezt az elméletet, és ugye itt a régészeti kutatásokba a lakosság is bekapcsolódott. Szó szerint egyébként erről a helyszínről először egy Szűcs József nevű mohácsi lakos adott számot, egy kis Béla nevű helytörténészek közösen írtak egy kis füzetkét, 1978-ban, ahol először mutat rá erre a helyszínre az ő terepbejárásai alapján. Tehát ő azonosította a falut, és talált rajta hadileleteket, tehát ólomnövedékeket, 16. századra is kerteszhető patkókat, például nyílhegyeket, salkantyúkat. És tőle függetlenül egyébként dr. Négyes Lajos ezredes, aki akkor felderítőként szolgált itt a délszláv háború miatt, ő is rábukkant erre a település nyomra, és ő 1994-ben közölte egy cikkben, mint lehetséges helyszínt. És a Janus Pannonius Múzeum kutatása az pedig ezen alapulva zajlik 2009 óta. Az elején régészek voltak kint, és felszínleleteket gyűjtöttünk, és 2016-ban váltott egy nagyot a projekt, és hát igazából akkor lettünk igazi csatatérkutató projekt. Kb. 50 ilyen fémkeresős jött össze az ország területéről, mindannyian igazolásokkal jöttek múzeumoktól, hogy velük együttműködve dolgoznak. Egy-egy területet, ami éppen alkalmas a kutatásra, azt egy bizonyos szisztéma szerint, tehát a fémkeresőségek 4-5 méterre mennek egymástól, mostanra odáig is eljutottunk, hogy GPS-re rögzítik a saját útvonalukat is. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemről jövő egyetemisták, illetve a múzeumunknak a munkatársai, akik pedig begyűjtik a leleteket és bemérik minden egyes leletnek a helyét. Eddig olyan 450 puskagolyót szedtünk össze erről a 12-3 négyzetkilométerről, amit átkutattunk. Ebből a 12-3 négyzetkilométerből ez a csatamező, amit mi gondolunk, ez 2 négyzetkilométer, viszont az összes lövedéknek a 3/4 az itt került elő. Majs környékén valóban van egy 101 néhány hektáros terület, ahol kézi tűzfegyver lövedékeket, mintegy 300-at gyűjtöttek fel a régészek itt az elmúlt években. Ezek valóban a mohácsi csata lövedékei, csak ezek nem az első, hanem a második mohácsi csatához kapcsolódnak. Azt mondják, hogy ezek a lövedékek túl kicsik a korszakra nézve, mert akkor nagyobb volt a fegyvereknek az űrmérete, és hogy ezért szerintük ez egy 17. századi összecsapás, ami talán inkább a visszafoglaló háborúhoz kötődik. A tömegsírból pontosan olyan kaliberű lövedékek jöttek elő a emberi maradványok közül, amilyeneket itt mi találtunk. Tehát az a szigorúan vett dolog, hogy ebben a korszakban ez az űrmélet nem létezett, az már ez a néhány lövedéke is megcáfolódik. Ugyanakkor most pedig nagyjából Európa szinten átnéztük múzeumi gyűjteményeknek az anyagait, amik a korszakhoz kötetők, biztos a keltezésük, és egyébként ezek a fegyverek pontosan ezt az űrméretet hozzák, tehát a 10-15 mm közöttiek, ez egyik dolog, és van a korabeli ábrázolások is, amik megerősítik ezt a fegyvertípust, amire gondolunk. Itt a csatatéren is találtunk most már egy olyan puskacsőtöredéket, ami teljesen jó a korszakhoz, taplólakatos fegyver volt, tehát ez is ennek a század elejének a fegyvere egyébként, tehát ez a század közepére eltűnik. És találtunk azóta egy biztosan azonosítható és egy valószínűleg azonosítható kakast is, ami ennek a fegyvertípusnak a jellemzője. A csata önök által feltételezett fő helyszínétől 4 kilométerre északra, északkeletre 5 tömegsírt találunk. Ezek közül mi most a 3-as számú tömegsír mellett állunk, aminek ugye az újrafeltárása már megtörtént, és most a csontokat a Szegedi Tudományegyetemen vizsgálják. Hol tart most ez a folyamat, és mik a legfrissebb eredmények? A vizsgálat azon részén tartunk, ahol megpróbáljuk összekeresni az egyes emberi maradványokat. Nem volt egyszerű a feltárás ebből a szempontból. Emberek becsúsztak egymás mellé, kezek, karok, lábak, féltestek vannak átfedésben, sokszor 2-3 másik ember által, akik szintén átfedésben vannak, és hát kb. 300 emberről van szó, tehát ez egy nem kis munka.
300 ember csak ebben a tömegsírban, ugye? Nagyságrendben, igen. És hogyha az összes tömegsírt nézzük itt az emlékhely területén, mind az ötöt? Hát a mostani becslés szerint valahol talán 1500-2000 fő között lehet. Van egy előzetes képünk arról, hogy kik lehetnek ezekben a sírokban. Korábbi elképzelések közül az egyik az, ami valószínűnek látszik, hogy a csata után volt hadifoglyoknak a kivégzése. Mi lehet a bizonyítéka ennek a tömeges kivégzésnek a sérülések alapján? Nagyon sok olyan nyakcsigoly átvágást találtunk, amik csak hátulról és valamilyen kiszolgáltatott helyzetben keletkezhettek, tehát mondjuk lehajtott fejjel. Fölmerült egy olyan elképzelés is, hogy itt nagyon sok levágott fejnek kéne lenni, és akkor ezek nem feltétlenül a tömegsírra utalnak, hanem a csata halottaira, mert volt ilyen szokások korban. Oszmán törökökre is jellemző, hogy fejeket gyűjtöttek. Nálunk a legtöbb ilyen lefejezés kísérletnek áldozatul esett holttestnél együtt volt a feje teste. Tehát átvágták valószínűleg a nyakat hátulról, de nem vált le a testet, valahol elől a nyelőcső vagy légcső, vagy ilyesmi egybe tartotta a testet, és így kerültek a sírba. Kifosztott emberekről van szó. Összesen egy érme került elő, egy Hunyadi Mátyás idején vert aranypénz egyébként, igen szép darab, viszont a lehetek legnagyobb része az apró kis ruhakapcsokból állt. Mi a hosszú távú terv ezekkel a csontokkal? A vizsgálatok lezárása után a Nemzeti Park, aki egyébként az egész folyamatnak a kezdeményezője volt és jelentős részben finanszírozója, mindenki az elképzelésük, hogy itt a helyszínen újra temetésre kerülnek az emberi maradványok. Feltétlenül az 500. évfordulón. Milyen megválaszolatlan kérdések vannak még a csatával kapcsolatban? Olyan eredményekre is jutottunk, amelyekhez terepi vizsgálatokat is kell végezni. Ezek közül én a legfontosabbnak ennek a bizonyos Földvár falunak a régészeti módszerekkel való feltárását tartanám a legjelentősebb feladatunknak. Reméljük, hogy 2026-ra ezt a rejtélyes falut nem csak térképen, nem csak műszeres felvételeken, hanem a fizikai valójában is meg tudjuk majd mutatni. Hogy látja, remélhető, hogy a csata 500. évfordulójára összeáll ez a mozaik, és sikerül megtudni az igazságot a Mohácsi csatával kapcsolatban? Megfelelő támogatással ez egy nagyon precízen megtervezhető és végrehajtható folyamat, ami szerintem, hogyha mostantól számítjuk, akkor az évfordulóig meg fogjuk tudni mondani, hogy hol volt az 1526-os csata. És ezt a témát folytatjuk Illik Péter történésszel, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Jó estét kívánok ennek! Jó estét kívánok! Na hát, hogy van ez, hogy egy esemény eldönthet-e bármit, mit mondhatunk erről, vagy ez egy folyamat, amiben bele van illesztve a Mohácsi csata is, és ez egy jelképes pillanat, de mégiscsak valaminek az eredménye, folytatása? Alapvetően ugye ez egy főleg történetelméleti vagy ismeretelméleti kérdés, amire azért általában kevésbé szoktunk fogékonyak lenni, főleg a tények izgatják a fantáziánkat, de talán az belátható, hogy a Mohács kérdés az már nem megoldható pusztán egyre több ténnyel, tehát itt értelmezési problémákról beszélünk. Alapvetően egy hajlamunkat szólítja meg az, hogy utólagosan, visszanézve a jelenből, egy ilyen retrospektív szempontból kijelöljünk olyan eseményeket, amire azt mondjuk, hogy ott dőlt el minden. Ez azért is van, mert azért nem tudunk több száz éves folyamatokat kezelni, hiszen valljuk be, le lehetne vezetni mondjuk Trianont, esetleg az őstörténetből is akár, tehát ugye itt egy nagyon hosszas folyamat kupac, amit mi úgy élünk meg, hogy a múltról való beszéd az a történelem. Tehát erre szükségünk van szimbólumokra, és vannak pozitív és vannak kevésbé pozitív szimbólumaink, ez is vele jár. Nézzük meg egy kicsit a széthúzás kérdését, hogy széthúztak-e valójában a magyar hatalmi központok. Ugye Szapolyi János szerepe például elemzendő ebben a helyzetben, hogy az erdélyi csapatok nem érnek oda a Mohácsi síkra. Ha jól tudom, akkor a horvátországi csapatok Frangepán vezetés alatt szintén nem érnek oda. Hibáztathatjuk-e őket, széthúzás volt-e, vagy valami más történt? Amikor azt gondoljuk, hogy egy politikai elitnek egységesnek kéne lenni, mondjuk például Mohácssal kapcsolatban, az egy 19-20. századi gondolat, ugye a nemzettudatunkból fakad, hogy van egy egységes nemzet, egységesen gondolkodunk, mi rólunk szól Mohács. Hát miért lett volna ugye ez a gondolata 1525-ben a magyar politikai elitnek? Olyan politikai elitről, amelynek mindig ugyanazok lettek volna az érdekei, nem tudunk. Hát nézzük meg Anglia történetét, a rózsák háborúját, a 16. századi francia vallásháborúkat, tehát ez az elvárásunk nem biztos, hogy reális. Eleve.
A másik kérdés a hibáztatás kérdés. Ugye itt nagyon fontos, hogy ha megnézzük például a 19. századi romantikus gondolkodás Mohácsról, akkor nagyon két irányú. Megint kedvenc témámra, tankönyvekre hivatkoznék a 19. században. Ugye egyrészt hibáztatják a pártos magyar bárókat, másrészt elmondják, hogy nemzet színe virága veszett ott, magyarul. Nem pusztán egy olyan jellegű hibáztatásról van szó, hogy itt valaki bűnbak, aki elrontotta, hanem egy olyan jellegű példázatról, amelyből tanulni kellene. A csatatéren hibázott-e valaki? Tehát arról mit tudunk-e mondani, hogy ha más taktikát választanak a magyarok, akkor lehetett volna esetleg másként? A magyar királyság hadereje az azt nyújtotta, amit tudott. Tehát ez a kor színvonalán összehasonlítva a nyugatiakkal, egy 10-15 ezer fős nehéz páncélos maggal rendelkezett, ugye ez volt a magyar hadsereg ökle, és ez azt tette meg, amit meg tudott tenni. Tulajdonképpen mai napig az a közvélekedés, hogy van a csatának egy pontja, amelyen eldőlt. Ugye a magyar nehézlovassági roham majdnem áttörte az oszmán vonalakat, és eljutott Szulejmánig. Tehát ebből azért erősen az következik, hogy maga a csatamenete az úgy folyt le, ahogy tudott. És ennek megvannak a maga korlátai ennek a hadviselésnek természetesen. Mit gondol arról, hogy érdemes-e azon dolgoznunk, fontos-e ez számunkra, hogy Mohács ne egy ilyen jelképes dátum legyen, vagy ha változik a jelen, akkor változni fog a Mohács felfogásunk is? Tulajdonképpen az egy nagyon nehéz kérdés, hogy szimbolikus dátumokat érdemes-e lebontani. Azon inkább érdemes talán elgondolkozni, hogy érdemes a perspektívát tágítani. Ez azt jelenti, hogy egyéb csaták is vannak Mohács előtt, Mohács után, akár pozitív, akár negatív értékkel, amellyel foglalkozhatunk. Másrészt nyilván fontos azon elgondolkodni, hogy lehet ezt feldolgozni, és mit lehet belőle természetesen megtanulni, ha ennek van tanulság. Én úgy gondolom van, mert nem véletlenül van benne a fejünkbe. Tehát ez megtörtént 1526-ban, és tulajdonképpen rárakódott egy 500 éves értelmezési hagyomány, ami most már része a tudásunknak, tehát már nem csak a csatáról tudunk, hanem minden, ami azóta elhangzott, legyen az irodalmi megnyilvánulás, bármilyen irodalmi műbe, tankönyvi, tehát az egész recepcióval együttes tudásunk van Mohácsról, ha úgy tetszik ezt a terhet, legyen az örömteli vagy nem, de cipeljük magunkkal. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kölcsey Ferenc, Ady Endre vagy Kosztolányi Dezső, csak néhány név azon magyar költőink közül, akik feldolgozták Mohács emlékezetét. A csata a középkori magyar nagyhatalmi lét végét jelentette, a következő századokban pedig megszületett egy önsorsrontó Mohács szindróma. A tragikus esemény az országvesztési jelképévé vált. Mi volt Mohács funkciója a különböző történelmi korszakokban, és hogyan dolgozta fel a néplélek a sorscsapást? Ennek járt utána kolléganőm, Jámbor Flóra. Az 1526-os Mohácsi csata a magyar hadtörténelem egyik legtöbbet emlegetett eseménye. A tragikus kimenetelű összecsapás értelmezése ugyanakkor koronként eltérő volt. A történetírók, de akár a képzőművészek, festők vagy költők munkásságán keresztül jól nyomon követhető egy-egy korszak Mohács narratívája. A vereség kultúrája egyre jobban beépült a nemzeti emlékezetbe, Mohács pedig hivatkozási alappá vált a következő századok tragikus eseményeinél. Borzalmas nagy dráma, ez egy középkori magyar királyság nagy felsikoltása és felkiáltása. Trianonig ez volt a legnagyobb nemzeti kataklizma. Vagyis egy olyan pontja volt a magyar történelemnek, amely a későbbi évszázadokban mindig lehetőséget adott az önvizsgálatra. A magyar történelemnek egyik sorsfordulója sok tekintetben, nyilván áttételesen, máig való hatásai vannak. Vegyük egy kicsit végig azokat a narratívákat, amelyek a Mohácsi csata körül kialakultak, akár már a kortársak esetében, és aztán a későbbi századokban. Ki, hogyan és mire próbálta felhasználni az úgynevezett Mohács toposzt? Mohács toposz és ebbe a királynak a halála az egy nagyon nagy vádpont volt az osztrák tartományok és a német-római császárság részéről, hogy a magyarok fegyelmezetlenek, gyávák, és a királyukat se tudják megvédeni. Nem Mohács jelentette tulajdonképpen a nagy bajt,
A nagy bajt az a magyarság megosztottsága jelentette. Nem adok egyetlen katonát sem. Te boldogtalan osztrák ökör, hát nem érted, hogy a magad érdekét kell megvédened? 1529 majd az, amikor egy sikeres török hadjárat után védtelen marad az ország, és csak 1541-ben fog három részre szakadni, amikor tulajdonképpen az történik, mint majd Trianonban fog, hogy az ország kétharmada elvész. Nincs Erdély, és az ország belső egyharmada szintén török hódoltságára kerül. A Dunántúl marad, a Dunántúl nyugati része, és felül egy keskeny északi sáv. Ennyi maradt a király Magyarországból. Csavagyan a páviai csata, a lovakkor vége. Nyugat-Európában, Itáliában, ugye a Mácsi csata, a lovakkor vége Kelet-Közép-Európában. Amit említett ez a fajta vádaskodás a magyar főurakkal szemben, ez része volt egy olyan Habsburg narratívának, amivel Ferdinánd uralkodását próbálták legitimálni? Ez egy bonyolult kérdés, is. Nem csak a nagyon hivatalos Habsburg történetírásban van jelen, hanem Istvánffy Miklós, aki összefoglalja ennek az időszaknak a történetét, ő is azt mondja, hogy itt a széthúzás jellemezte ezt az időszakot, és hogyha a magyarok egységesebbek lehettek volna, akkor akár győzhettek volna is. Istvánffy Miklós beleteszi a magyar tudatba, hogy bűnösök vagyunk. Nem véletlen, hogy a 19. század első negyedében, tehát még a reformkor előtt, szinte minden jelentős költő, Berzsenyitől, Kölcsein keresztül, Kisfaludi Károlyig, mindenki foglalkozik a Mohács problémával. A reformkor fölfedezi Mohácsot, Mohácsot értelmezni kell. Ettől kezdődően van egy magyar szellemtörténeti Mohács, és van egy hadtörténeti kutatású Mohács. Ahogy Kölcsein megír, hogy magzatod miatt volt magzatod Hanvedre. Vagyis az, hogy mi vagyunk a hibásak. Ugyanezt fogalmazza meg Berzsenyi a magyarokhoz, amikor azt mondja, mi a magyar, most Rúci Marita váz. Ezt fogja megfogalmazni majd Kisfaludi Károly a Mohács című nagyművében, amely úgy kezdődik, hogy hűsvértől pirosul gyásztér, sóhajtva köszöntlek, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács. Kölcseiék hogyan értelmezték Mohácsot? Ez csak is egy vereségkultúraként jelent meg, és önostorozó értelmezésként, vagy volt ebben egyfajta példázat és útmutatás a jövőre nézve, hogy hogyan kerüljük el Mohácsot? Kölcsei 1826-ban, amikor megírja a Mohács című emlékverset, 1826, 300 éves évforduló, és ezért a magyar irodalom színeje van, mindenki elmondta maga gondolatát erről. Mit mond erről Kölcsei? Azt mondja, hogy amit aztán Kisfaludi is leír, hogy nincs veszve minden, hanem tanuljunk a múlt rossz példájából, és nemzeti önvizsgálat után térjünk helyes útra. Nagyon érdekes, a nemzeti függetlenség gondolata mindig összefügg azzal, amit gondoltak a különböző korokban Mohácsról. Kölcseinek a Mohács írása az egy rendkívüli komoly munka volt. Kölcsei a jövőt félti egy új Mohácstól, és ő tanuljunk Mohácsból, és legyen magyar összefogás. Mohács tehát egy olyan kiinduló pont, amelyik mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy amennyiben egy nemzet lemond önmaga védelméről, és lemond önmaga múltjának tiszteletéről, elindul a pusztulás útján. Vagyis Mohács egy nagy felkiáltó jel a magyar történelemben. Ez egy félelem, hogy nehogy megint bekövetkezzen egy Mohács, tehát egy a világosi fegyverletétel, ez egy Mohács érzés. Az, hogy a németek megszálltak bennünket, 44 március, ez egy Mohács kérdés. Az, hogy mi több mint 40 évig voltunk szovjet uralom alatt, az egy Mohács kérdés. Mondhatjuk azt, hogy a 76-os eseménnyel egyfajta pont került annak a történetnek a végére, ami egy inkább veszteségkultúrában tartotta a magyar nemzetet, és innentől ez egy reményt is kelthetett? 1976-ban, amikor a 450. évforduló volt, a helyiek, a mohácsiak és a baranya megyeiek harcolták ki, hogy legyen megemlékezés, és azokat a csontokat, amelyek 1960-tól kezdődően előkerültek, azoknak legyen temetőjük.
Amikor 1976. augusztus 29-én délután megnyitották ezt az emlékparkot, ott volt 15-20 ezer ember. Jöttek gyalog, biciklivel, traktorral, és tulajdonképpen ez volt az első olyan társadalmi vagy népi megmozdulás, hogy a történelem az a miénk. Mit üzenhet ma nekünk Mohács? Mi lehet a tanulsága, amit akár ma is érdemes lenne megfontolni? Hát nekünk Mohács a közép-európa együttműködést kell, hogy üzenje. Ahogyan Mohácson ott voltak a különböző népek fiai, és segítettek, fogadjuk el, hogy közép-európába is kell gondolkozni. Nem csak a mi kis magyar világunkba, hanem a Kárpát-medencébe, és azon túl a visegrádi világba. Micsoda ma a Trianon? Egy gyász ünnepét, dehogy is. A nemzeti összetartozás emléknapja. Igaz, hogy mi történt velünk Trianonban? Igaz. Jogos minden panaszom Trianonról? Teljesen jogos. De ebből sem élni, sem megélni nem lehet. Legyen az az a pont, amikor azt mondjuk, hogy igen, innen kellett elindulnunk. Ilyen nemzeti összetartozás szimbólumá vált Mohács is. Bár a mohácsi vereség nem önmagában vezetett nemzeti nagylétünk bukásához, sokan mégis a dicső közép és a tragédiákkal teli újkori magyar történelem közötti korszakhatárként értelmezik. A Mohács toposz Trianonnal együtt beépült a nemzeti identitásunkba. A szimbolikus csata üzenete talán máig érvényes. Nincs olyan katasztrófa, amiből ne lehetne újraépítkezni. Valójában egyébként két mohácsi csata volt. 1526. augusztus 29-én az a mohácsi csata, amelyet mindannyian ismerünk, és amelyről tulajdonképpen ez az adás szól. A másik mohácsi csata 1687. augusztus 12-én volt, majdnem 161 évvel, majdnem pontosan 161 évvel az előző mohácsi csata után. Ebben a mohácsi csatában, amelyben Lotaringiai Károly és Savoyai Jenő vezette a nemzetközi hadakat, amelyek a törökökkel csatáztak, már nyertek a keresztény seregek. És most Horváth Rihárd történésszel arról szeretnék beszélni, jó estét kívánok jó önnek, estét kívánok. Hogy ez a második mohácsi csata mégsem maradt meg a nemzeti emlékezetben, miért? Rendkívül fontos, hogy egy esemény, az eseményről mit marad meg a fejben, mit tartottak fontosnak. És volt egy nagyon fontos szépséghibája ennek a második mohácsi csatának, hogy az általunk nem szeretett Habsburgok vezették és győztek. Tehát amíg Mohácsnál a magyar királyság hadai, a magyar nemzeti királyság hadai, ne felejtsük el, a 19-20. Századi gondolkodókról beszélünk, meg tankönyvírókról, szakkönyvírókról, addig a második mohácsi csatában pedig már egy nemzetközi Habsburg vezetésű hadsereg verte a törököt, ott abban a hadseregben is jó szép számmal szolgáltak magyarok, mint ahogy az eredeti mohácsi csatában is nagyon sok idegen anyanyelvű katona szolgált, tehát e tekintetben sem volt akkora különbség a két esemény között. Azt gondolom, ez a Habsburg megítélésből vezethető le talán a legszebben. És mióta tartottuk egyáltalán a mohácsi csatát, az első mohácsi csatát 1526. augusztus 29-én, ami megtörtént, ezt mióta tekintettük egyáltalán komoly eseménynek? Tehát volt olyan, amikor más csatákat tekintettünk komoly eseménynek? Voltak. Nem biztos, hogy azok, amiket mi a legnagyobbaknak tartunk. Tehát, ha ma megkérdeznénk egy érettségizett embert, hogy mondjon olyan középkori csatát, ami Mohács mellett természetesen, ami szerintem nagyon fontos, szerintem nagy többség Muhit választaná, aminek a jelentősége természetesen nem elvitatható, de a 16-17. Században érdekes módon például Várnai csatát tekintették. Majdnem olyan jelentőségnek, mint a Mohácsinak, már el is homályosította a Mohács. Ez ugye 1444 és Hunyadi János. Itt azt gondolom, hogy például Hunyadi János gloária, ismertsége és az iránta való tisztelet is beemelhette ezt a csatát a jelentősebbek közé. Tehát ahogy el tud nyomni egy Habsburg név, úgy egy Hunyadi név fel tud emelni. Mohács környékén voltak olyan csaták, amelyeket emlegethetünk. Ugye Tomori Pálnak például volt győzelme, ez talán összefüggésbe hozható a mohácsi csatával is pár évvel előtte. 1523-ban Szálva-Szentdemeternél az Aldunánál, igen, egy jelentős csata. Méretében nem mérhető össze a mohácsi csatával, hiszen körülbelül 10 000 vagy annál kisebb létszámú hadseregek csaptak össze, de viszonylag nagy magyar győzelem volt. Két szempontból is érdekes ez a csata. Egyrészt, mert azt gondolhatták 1526-ban a mohácsi csatasíkon a hadvezetés,
tanulva ebből a csatából, hogy az a taktika itt is bevethető lesz, és akkor hasonló eredmény születik. Tehát mi volt a taktika? Taktika az előbb, hogy az ott a csata vasök le, a nehéz lovas támadás. Csak ugye azzal nem számoltak Mohácsnál, hogy még Szávaszentdemeteren nem volt olyan nagy számú gyalogság, török profi gyalogság, ugye a janicsárokra gondolunk, Mohácsnál már igen, és egy ilyen jól felkészült, jól manőverező gyalogsági alakulat könnyebben meg tud törni egy lovasrohamot. Tehát más volt a fogadtatása ennek a csatának. Ez az egyik része a Szávaszentdemeteri tanulságnak, a másik pedig a veszteségek. Viszonylag jó forrásokkal rendelkezünk arra, hogy kb. 7-800 magyar katona esett el abban a csatában, és arról szólnak a források, hogy nagyon nehezen pótoltak, nagy veszteséget jelentettek. Hát gondoljunk bele, 7-800 katona elvesztés a déli határ, török elleni határon, milyen nagy veszteség. Tehát, hogy nagyon hiány voltak a kellő mennyiség és a jól kiképzett katonáknak. És nyilván a háttérben ott van a pénz, mennyi pénze van a királyságnak, és mennyi pénze van a töröknek arra, hogy pótolja a katonáit. Szávaszentdemeternél én úgy olvastam, hogy az is a helyzet része volt, hogy Tomori Pál magyar fővezér részletekben vert meg ott török seregeket. Ezt akarta Mohácsnál is? Valószínűleg igen, a két fél viszonylag jól tisztában volt a másik erejével, hiszen volt felderítés a korban, voltak hadmérnökök. Éppen azt a taktikát választhatta Tomori, hát nem láthatunk bele sajnos a fejébe, hogyha részletekben próbáljuk meg legyőzni, akkor esélyben egy sokkal nagyobb és sokkal erőteljesebb hadsereg legyőzésére. És azt gondolom, hogy joggal bíztak, és megint csak, erről már volt szó, a tapasztalat. Igazándiból ekkora nagy nyílcíni csatát a magyar hadsereg nem vívott ezt megelőző évtizedekben. Gondoljunk bele, talán Kenyérmező 1479, amikor ilyen méretű hadseregek ütköztek meg Magyarországon. Tehát nem volt olyan vezető, aki ilyen tapasztalattal rendelkezett. Igen, hát 1479 azt jelenti, hogy közel 50 évvel előtte történt. Ez volt a probléma akkor is, amikor fővezért kellett választani, tehát nem nagyon akarták elvállalni a fővezérséget. Ezért? Ezért is, pontosabban nem tudjuk, részleteket nem ismerünk, de biztos vagyok benne, hogy ez is egy szempont lehetett, hiszen egy 25-26 ezer fős hadsereget mozgatni, egyáltalában átlátni, hogy mikor mit kell tenni, az profi hadvezért igényelt volna, nem hiába a török oldalon voltak nagy vezírek, akiknek ez volt a, hogy mondjam, úgymond főállása. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Rigómező, Krakkó, Waterloo. Csak néhány hely, ahol sorsdöntő csaták zajlottak. Olykor az országok fennmaradását fenyegető vereségek érték a határainkon túli népeket. Néhány a magyar történelem Mohácsához hasonló eseménynek Kassai Katalin járt utána. Minden nemzetet sújtott sorsdöntő vereség. Vannak országok, akiket a csapás megerősít, míg más nemzetek széthúznak. Mohács a magyar történelem egyik vízválasztó állomása. Nézzünk szét a környező országokban, hogy más nemzetek hogyan dolgozták fel a saját Mohácsukat. A mohácsi vész a magyar történelem egyik nagy csapása. Végül is hogyan élte túl a nemzetünk, és mennyire lett széthúzó a nép? Nem lett széthúzó, mint a többi nemzet egyáltalán. Magyarország a mohácsi vész után két nagy hatalomnak a küzdőteve lett. A mohácsi csata után a katolikusok a protestánsokat okolták a vereségét, hogy isteni büntetés, a protestánsok a katolikusokat, hogy tönkretették a régi vallási hagyományokat. Beindul a bűnbakeresés is, de mások viszont egyszerűen megújulásban keresik az utat. A 19. században született meg a turáni átok legendája, amely örökös viszályokra kárhoztatja a magyar népet. Állítólag a pogán sámánok megátkozták a kereszténység átért magyarokat, miután fölvették a keresztény vallást, hogy sose tartsanak össze, sose legyenek egységesek. Ha arra gondolunk, hogy a 17. században hány polgárháború tört ki Lengyelországban, ugyanebben a században, 1600-as években Angliában, attól függ, hogyan számoljuk, kettő vagy három polgárháborúra került sor, emellett egymással harcoltak az írek és a skótok is, tehát semmiféle különleges magyar széthúzásra nem beszélhetünk a történelemben. Sajnos nem jön haza élve a Rigómezőről. Hallgass, visszajön! Maradjunk a törökök elleni háborúknál. A szerb nép történelmén is mély nyomokat hagyott az Oszmán Birodalom terjeszkedése. 1389-ben a Rigómezőn, a mai Koszovó területén ütköztek meg az Ottomán Birodalom seregei a szerbekkel.
A csata első Murád szultán győzelmével ért véget, de a szerb nép történelmében évszázadok óta ez az ütközet jelezi a szerb nép hősiességét, a túlerővel való szembenállást és a nép újjászületését. Rigómezei csata az a bátorság, a harcnak, az ellenállásnak a jele, amikor is az államokat, a nemzetet akarták védeni a török hódítókkal szemben, és ugye különösen fontos szerepe van itt Lázár fejedelemnek, aki akkor az országot vezette, illetve vezette a szerb csapatokat, és ugye Milos Obilisnek a személye, aki hát az elmondások szerint ő az, aki megöli Murád szultánt. A Balkán sorsdöntő csatájában a szerbek 20 ezer fővel vettek részt, az oszmán hadak 40 ezer katonát számláltak. A török hódítások egyetlen olyan csatája a Rigómezei, ahol a szultán is elveszett. Lázár fejedelmet a szerbek a legbölcsebb szerb fejedelemként tisztelik. Nem futamodott meg a Rigómezőn, hanem a mártírhalált választotta. Nagy jelentősége van a szerb történelemben, és óriási hatása volt a szerb öntudat kialakításában és képítésében, mert az tény, hogy az veresség volt, de a Rigómezei csatának a szájhagyomány fejlődése az évszázadok folyamán ahhoz vezetett, hogy a szerbek megőrizték a nyelvüket, a kultúrájukat és a keresztény vallásukat az otomán török császárságban. Ugorjunk néhány évszázadot. A lengyel történelem sem szűkölködik sorscsapásokban, melyek az ország fennmaradását is veszélybe sodorták. 1772-ben például hónapokig védték a lengyelek Krakkó városát a porosz-osztrák-orosz csapatokkal szemben. 18. század végén Lengyelországot, mikor először felosztott a három nagy hatalom, a cári Oroszország, a Habsburg birodalom és Poroszország, akkor egy hatalmas reform mozgalom indult meg, amely egy új alkotmány létrehozásával fejeződött be. Ezt aztán a szomszéd hatalmak nem viselték el, és két újabb felosztás követte ezt, amikor Lengyelország végleg eltűnt Európa térképeiről. De a lengyelek ezután is úgy tekintették, hogy mindent meg kell tenniük hazájuk érdekében, és a következő század arról szólt, hogy milyen nagy hatalom segítségével lehet ezt elérni. Ez időtájt 1400 kilométerre a francia forradalom tizedelte a lakosságot. A polgárháború áldozatainak száma meghaladta 300 ezret. Míg az 1815-ös Waterloo-i csata a megsemmisítő vereség szinonímájaként terjedt el bizonyos nyelvekben. Waterloo emlékezete tragikus csapásként mélyült el a francia köztudatban. Irodalmi művek, filmes alkotások dolgozták fel Napóleon bukását. A Waterloo-i csata egy nagyon jelentős csata, mert egy korszak végét jelenti. Ami elpusztult Waterloo-nál, nem lehetett újra létrehozni utána. Ez pedig a birodalom és a dicsőséges és véres napóleoni korszak. Van egyfajta melankólia a francia gondolkodásban és néplélekben, amely szerint Waterloo-nál elvesztettük a kontinentális hegemóniánkat, és Franciaország megszűnt globális hatalom lenni. És ennyiben közel állhat Mohácshoz, mert az volt tényleg a vége. Vége annak, hogy Magyarországot az európai kontinens egyik főszereplőjeként értelmezték. A különbség az, hogy aminek Waterloo-nál vége lett, az csak 25 évnyi európai polgárháború, amely a francia forradalom ideológiai keresztes hadjárata volt. Tehát csak egy negyed század volt. De ami Magyarországon megsemmisült Mohácsnál, az fél évezred, 5 évszázad folyamatos nemzetépítés volt, amit a magyar nemzet a 13. századi mongol invázió összeomlása, katasztrófája ellenére tudott megtenni. Meglehetősen optimistán tekintünk a történelemre, és ez a progresszivizmus csapdája. Az optimizmus végül is pozitív realizmus. Ha van egy sajátos gondolkodásmódunk a csatákkal és a történelemmel kapcsolatban, akkor az inkább az, hogy a vereséget elrejtjük, és valahogy visszanyerjük a becsületünket. Ha azt nézzük, hogy más országok mit szenvedtek végig, akár a 20. században, orosz polgárháború, kínai polgárháború, spanyol polgárháború, az orosz polgárháború áldozatai 15 millióval becsülik a történészek pillanatnyilag, kínai több egymás követő polgárháború áldozatait máig nem tudjuk megszámolni, spanyol polgárháború áldozatai ismertek, milliós nagyságrendről van szó. Akkor fogalmazhatunk úgy, hogy végül is mi magyarok azért szerencsések vagyunk.
Ha megismerkedünk más országok történetével, akkor azt mondhatjuk, hogy igen. Néhány ilyen nagyhatalomtól eltekintve szinte minden országnak megvan a maga mohácsa. Más országok vereségeit és veszteségeit látva, Magyarország arányaihoz és népességéhez képest hősiesen helytállt a magyar nép zivataros századaiban. S bár nemzeti himnuszunk búskomorságra predesztinálja a néplelket, csak felfogás kérdése, hogy az érem melyik oldalát nézzük. Önök az M5 históriát látták, műsorunkat visszanézhetik a mediapik.hu-n. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!